Évadnyitó sajtótájékoztatón számolt be a szeptemberben kezdődő új évad előadásairól az Alba Regia Szimfonikus Zenekar szakmai vezetése. A találkozón megjelent Cserpalkovics András polgármester is, aki a városvezetés és a zeneszerető közönség nevében is köszönetet mondott az elmúlt 3 év munkájáért és megerősítette. Székesfehérvár városa a következő 5 éves ciklusban is minden támogatást megad a zenekar további munkájához. Az elmúlt 3 év egy egyértelmű és töretlen fejlődésről szólt, és Ruf Tamás igazgató úr személyében és a mögött álló szakmai csapat is megkapta bizalmat arra, hogy a következő 5 évben ezt az építkezést, ezt a folyamatos fejlődést jelentő eredményező munkát folytatni tudják. A stabilitás tehát megvan, és biztos vagyok benne, hogy a koncertek szépsége, gyönyörű élménye is meg lesz. Ruf Tamás a zenekar igazgatójaként örömének adott hangot, hogy az elmúlt időszak nehézségei után olyan 3 esztendőt tudhat maga mögött a zenekar, amellyel sikerült megerősíteni helyüket a város kulturális életében. A következő időszakban pedig a régi értékek megtartása mellett új elemekkel gazdagodhat kínálatuk. Az elmúlt 3 év az egy építkezésről szólt, és természetesen a következő 5 év is az építkezésről szól, csak az elmúlt 3 év alapjait, amit sikerült magabiztosan lerakni, és azt gondolom, hogy ezáltal bizakodva tekintünk a jövőbe, most ezeken az alapokon fogunk tudni, ezekre az alapokra tudunk építeni. Megint elérkezett a zenekar egy olyan pontra, ahol az elmúlt 3 év elején egy belső műhely munkát kezdtünk, azt hirdettük meg, és utána egy kicsit kinyitottunk a világ felé. A sajtótájékoztatón Dobszai Péter művészeti vezető, Dobri Dániel kortárs művészeti vezető és Szabó Balázs művészeti tanácsadó is kiemelte, hogy a zenekar hagyományos bérlet sorozatainak kínálata megmarad, azonban az új évadban a kiteljesedett csapat új zenekari élményeket szeretne nyújtani a klasszikus zene barátainak.